Kína fellőtte a világűrbe leendő űrállomásának főmodulját, amelynek neve magyarul Mennyei Harmónia. Az űreszközt hordozó rakétát a Vencsangi űrközpontból lőtték ki. A több részből álló űrállomáson a tervek szerint 2023-ig minden elem a helyére kerül, és a legénység is megkezdheti munkáját a fedélzeten. A visszaszámlálás feszült pillanatai után helyi idő szerint 11:20-kor emelkedett a levegőbe a Hosszú Menetelés nevű hordozórakéta a Vencsangi űrközpontból. A sikeres felbocsátás egy újabb jelentős lépés a kínai űrprogramban. A rakéta ugyanis az épülő állandó űrállomás főmodulját, a Mennyei Harmóniát juttatta a világűrbe. A kilövést Li Ko-csiang miniszterelnök, valamint a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának magasrangú tagjai és a hadsereg vezetői is a helyszínen nézték végig. A főmodul végzi majd az űrállomás üzemeltetésének alapvető feladatait, emellett az életfenntartó rendszereket is magába foglalja, és lakóteret biztosít 3 űrhajós számára. Ha minden jól megy, még idén csatlakoztatják hozzá a laboratóriumi modult. A bővíthető űrállomás felépítéséhez összesen 11 kilövést terveznek, másfél-két éven belül pedig az első űrhajós csoport is megkezdheti misszióját, a 66 tonnás új űreszköz a Mennyei Palota fedélzetén, amely nagyjából 400 kilométeres magasságban keringene a föld körüli pályán. Kína 1970-ben bocsátotta fel az első saját fejlesztésű műholdját, ám az űrkutatási programja csak az ezredforduló környékén kapcsolt nagyobb fokozatra. Az ázsiai kommunista hatalom először 2003-ban küldött embert az űrbe. Néhány évvel később elkészült az első kísérleti űrállomás, amelyet 2011-ben állítottak pályára, és amelyen csak rövid ideig tartózkodhattak űrhajósok. Az űreszköz végül irányíthatatlanná vált, és 2018 áprilisában visszatért a Föld légkörébe, darabjai a Csendes-óceánba hullottak. A most épülő állandó kínai űrállomás viszont a tervek szerint legalább 10 évig működni fog, és Peking számára fontos eszköz lesz az elmúlt években felpörgött űrkutatási versenyben.